tudunk, hogy Kecskemét ellen azért milyen kerettel játszottunk. Azért most a Jászberén ellen látszott, hogy mennyivel jobb, hogyha ilyen 8-as, 9-es rotációs csapattal játszunk. Örülök nekik, hogy sikerült megnyerni ezt a hazai mérkőzést. Nagyon, nagyon jó érzés volt végre, szerintem egy 7 hónap után végre itt tudtunk játszani. Jó volt látni tele a csarnokot, meg hogy buzdítanak minket is. Örülök még egyszer, hogy sikerült ezt megnyerni. Az biztos, hogy ez fura helyzet számunkra. Tegnap még videóztunk, meg elemeztünk a Soproni játékot. Ma pedig jött a hír, hogy Körmend ellen játszunk vasárnap. Nyilván mi profik vagyunk, erre kell számítani. Meg ilyen a helyzet most a világban. Szóval ma elkezdtünk a Körmendre felkészülni. Holnap is van még egy napunk felkészülni, aztán vasárnap mérkőzés. Ott mindig nehéz játszani, meg mindig nehéz nyerni. Az biztos, hogy nem foglalkozunk azon, hogy milyen kerettel fognak kiállni mi ellenünk, mi arra számítunk, hogy a legjobb csapatok jönnek, és így fogunk felkészülni rájuk és megpróbálni nyerni.